Kegyelem nektek is, békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 298-as számú énekkel. Így kezdődik ez. Ó, Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a nép, a jel, ó szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell. 298-as énekkel kezdjük meg Isten tiszteletünket. Kedves gyülekezet, imádság előtt hallgassátok meg az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részéből a 32. verszakkal kezdődő és a rész végéig tartó szakaszt, majd pedig imádságra készülve a 327-es ének első verszakát fogjuk fennállva énekelni, így kezdődik ez: súlyos napokban csak Jézusra néz. De mielőtt felolvasnám a már említett szakaszt, és énekelnénk, illetve imádkoznánk, szeretnék megemlékezni Seiber Sándorról, aki nyelvész, irodalomtörténész, a nyelvtudományok doktora volt, és a Pesti Rabbi Képző Intézet igazgatója. Egy rövid idézetet szeretnék tőle felolvasni, ami így szól: sokszori és csillogó csábítással szemben itthon maradtam. Marasztalt a magyar nyelv és irodalom szeretete. Marasztalt a hivatástudat, hogy a helyben található anyag feldolgozása az egyetemes zsidó tudomány érdeke, hogy mi marad meg munkásságomból, azt az utókor dönti el.
Azt azonban már most tudom, a hebraikát és a judaikát bevittem a magyar tudomány disziplinái közé. Munkatársakat neveltem, zsidó érdeklődést ébresztettem a felnőttek és az ifjúság körében. Megőriztem főiskolánk hírnevét, tanítványaim katedrákon viszik tovább Magyarországot és Budapestet, megtartottam a zsidó szellemi élet centrumai között. 110 éve született, tehát Seiber Sándor emléke legyen áldott. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv negyedik részéből, a már említett szakaszból így szól a szent ige. A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy volt, és senki semmi marháját nem mondta magáénak, hanem nekik mindenük közös volt. És az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon, mert szűkölködő sem volt ő közöttük senki, mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak, eladták, elhozták az eladottak árát, és letették az apostolok lábainál, aztán elosztatott az egyesek között, és mint kinek-kinek szüksége volt. József is, ki az apostoloktól Barnabásnak neveztetett el, ami megmagyarázva annyi, mint vigasztalás fia, lévita származása szerint ciprusi. Mivel hogy neki mezeje volt, eladta, a pénzt elhozta, és az apostolok lábainál letette. Isten tegye áldottá a hallott igét, imádságra készülve a 327-es ének első verszakát énekeljük fennállva, így kezdődik ez: súlyos napokban csak Jézusra néz. Mindenható Isten mennyei édesatyánk, egy olyan kép tárult felénk és szemeink elé a felolvasott ige szakaszból, amely egy olyan ideális időszakot tár elénk, amelyben mindenki észrevette a másik ember szükségét és a másik emberi nyomorúságát. Úgy gondolták, hogy a saját vagyonukból lehet szolgálni másoknak, azoknak, akik jogaikat képviselni nem tudják, akik hiával vannak az anyagi dolgoknak, akiknek az étkezés is problémát jelent. Te egy ilyenfajta világot gondoltál el, ahol mindenki észreveszi a másik ember problémáját, észreveszi, ha békétlenség van, észreveszi, ha éhség, ha szegénység, ha betegség van, és észreveszi azt, ha valaki háborútól szenved. Örökkévaló Isten, mi megfordítottuk ezt a fajta gondolkodást, és bűnössé tesszük azt, akinek nincs, aki beteg, aki nyomorult, és akit háború sújt, őt tesszük felelőssé azért, mert megtámadták. Örökkévaló Isten, neked sohasem ez volt az elképzelésed, hanem mindig is akartál adni olyan fajta látást, ami számunkra, ami a tieddel hasonló, a tiedből táplálkozik, energiát ad a mi számunkra, és mi továbbadhatjuk ezt az energiát. Bocsáss meg nekünk sokszor
azt, hogy mi a békétlenséget békének mondjuk, az elvtelen háborút csak abban tudjuk látni, hogy nekünk egy elvtelen békességet kell hirdetni, ó, bocsáss meg nekünk ezt, és segíts, hogy a saját környezetünkben fel tudjuk nyitni az emberek figyelmét. Hogy tegyük most különösképpen is betegeinket a kezedbe, Gibril Dínre, hagy gondoljunk, és Lászlóra, te látod, hogy milyen problémáik és betegségeik vannak, amelynek te lehetsz az orvosa. De hagy könyörögjünk Ukrajna népéért, te látod, hogy mennyi atrocitás éri, és közben világnak egy nagy része még gúnyolódik is rajta. Ó, örökkévaló Isten, aki a szabadság Istene vagy, saját magadból ajándékoztál nekünk egy olyan dolgot, amit szabadságnak nevezünk, ami az emberi értékek legfontosabbika, hozd el az ő számukra a szabadságot, s hagy tapasztalhassa meg kiki azt, hogy te magad vagy a szabadság. De hagy könyörögjünk örökkévaló Isten az előttünk álló alkalomért, szenteld meg jelenléteddel együttlétünket, hiszen ha itt vagy, akkor abból mindig áldás származik, és szeretnénk áldásodban gyönyörködni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 344-es ének eléneklésével, így kezdődik ez. Szívem királya, érted sóvárgok szüntelen, jöjj, ó, ne hagyj magamra gyötrelmes éjeken. 344-es énekkel folytassuk Isten tiszteletünket. Thank you.
Kedves gyülekezet, mind azok, akik itt vagytok, s mind azok, akik képernyők elől vagy előtt követitek az Isten tiszteletet, a mára javasolt szakasz megtalálható Lukács evangéliumának 8. részében a 16. verszakkal kezdődő és 18. verszakkal befejeződő szakaszában. Akik itt vagyunk a templomban ülve, hallgassuk meg, s akik képernyő előtt követik az alkalmat, ők ahogyan jól esik az ő számukra. Lukács evangéliumának 8. részében a 16. verszakkal kezdődő szakaszból így szól a Szent Ige: senki pedig, ha gyertyát gyújt, be nem fedi azt valami edénnyel, sem az ágy alá nem rejti, hanem a gyertyatartóba teszi, hogy akik bemennek, lássák a világot. Mert nincs olyan titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne, és nincs oly elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék, és világosságra ne jönne. Meglássátok azért, mi módon hallgatjátok, mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, még amiét gondolja is, hogy van, elvétetik tőle. Lukács evangéliuma került most elénk, vagy helyesebben ebből egy szakasz, és ilyenkor mindig röviden mondok egy pár szót az evangélium szerzőjéről, bár nem olyan régen volt már előttünk az ő evangéliumából szakasz. Lukács egy szír származású orvos, aki Pál apostolnak volt tanítványa, és többször elkísérte missziós útjaira Pál apostolt, segítségére lévén nyilván egészségügyi kérdésekben is sok tanácsot adott, de mint hűséges szolgatárs és szolgálótárs többször elkísérte az apostolt. Úgy kezdi az ő evangéliumát, hogy mindennek pontosan utána jártam, és megpróbálom ezt a ti számotokra érthetővé tenni. Ugye a szinoptikus evangéliumok egyike, amit más szóval úgy mondanánk, hogy az együttálló evangéliumoknak az egyike, egy olyan evangélium, amely ismeri talán már Márk evangéliumát is, és megpróbálja hitelesen a számunkra Jézus munkálkodását, Jézus földi ittlétét átadni. Voltak éppen a Bibliának a helyes voltát, az eredetiségét többek között neki köszönhetjük, mert volt az úgynevezett kánonizálás, hiszen volt egy Marcion nevű tévtanító, aki két írást ismerte hitelesnek, az egyik Pál apostol volt, és a másik éppen Lukács, és ez inspirálta azokat, akik kanonizálni szerették volna a Szentírást, hogy vizsgálják meg a kezek között lévő iratokat, és ami hiteles, azt tárják az utókor számára, és így került kánonizálásra az iratok sokasága, és így juthatott el a mi kezünkbe is a Szentírás úgy, ahogyan ezt ma láthatjuk. Egy-két eltérés és egy-két változtatás van a különböző kiadások során, egy-két nem kánonikus irat, amit a protestáns egyházak nem fogadnak el, de
katolikus testvérek Bibliájában benne van, ez főleg a Biblia második részénél fordul elő, és egy-két esetben a Biblia első részében. Egy olyan példabeszéd vezeti be ezeket a gondolatokat, amely mindenki számára ismert. Jézus példabeszéde a magvetőről. Amikor is a magvető kimegy, és azt láthatjuk, hogy szinte tudat nélkül szórja a magot a földre, nem is végez számítást, ha tetszik, hogy egy hektáron mondjuk mennyi gabonát kell elvetni ahhoz, hogy jó termés legyen, hanem szinte önfeledten, ész nélkül, ha szabad ilyet mondani, szórja a jó magot. És arról beszél Jézus, hogy vannak olyan magok, amelyek az útfélre esnek, amit gyorsan fölkapkodnak a madarak, aztán van olyan, ami a tövisek közé esik, amit majd megfojt a tövises bozót, és nagyon kevés az, ami jó földbe esik. A befektetett munka, ha tetszik, sokkal nagyobb, mint a várható eredmény, és ezt közgazdaságilag úgy mondhatnánk, hogy ez egy rossz befektetés, ezt abba kell hagyni. A magvető mégsem ezt teszi, hanem szinte önfelett módon, szinte értelmetlenül szórja és szórja a magot, és erre próbál rávezetni sokakat, akik ott vannak Jézus környezetében, akik hallják, hogy mit jelent ez a példázat, és elmagyarázza Jézus, hogy az Isten igéje a mag, és azok, akik szórják a magot, azok a tanítványok, akik hallják tőle az igét, és majd továbbadják, tovább szórják a magot, és az vagy szárba szökken, vagy hoz termést, vagy a már említett módon nem lesz belőle értékes növény. Azért mondtam csak el az előzményt, mert így egy kicsit másfajta aspektusból lehet vizsgálni azt, ami olyan közismert jézusi példabeszéd. Nem csak itt, Lukács evangéliumában, hanem szinte teljesen hasonló, egyforma módon Márk evangéliumában is ott van ez a példabeszéd, amit kine ismerne és kine hallotta volna már, főleg ha jár istentiszteletre, vagy néha kezébe kerül a Szentírás, de azt gondolom, hogy ez a példázat akkor is ismerős, ha egyik módszer sincs a birtokunkban, azaz nem nagyon járunk istentiszteletre, és nem nagyon olvasunk Szentírást. Egy olyan képet tár elénk Jézus, ami teljességgel abszurd. Azt mondja, hogy senki se, aki felgyújtja a villanyt, abban az időben ez nehezen ment volna, hanem lámpást gyújtottak, valami olyan égő kanócot, ami meggyújtva valami zsiradékba vagy olajba volt mártva. Szóval, ha valaki veszi a fáradtságot és nagy költség árán előállított lámpát meggyújt, azt nem azért teszi, hogy berakja az ágy alá. Egy teljességgel abszurd kép ez, hogy valaki az ágy alatt próbál világosságot adni, és teljességgel értelmetlennek látszik ez a fajta kép. Vagy ha éppen házépítésben vagyunk, és megkérjük a villanyszerelő mestert, hogy oda vezesse az ajzatokat, kapcsolókat, lámpákat, ahol mi szeretnénk, biztos, hogy nem arra a helyre fogunk előkészíteni egy dugajt, vagy egy
lámpatestet, ahova majd fölé bútort fogunk rakni, ágyat esetleg, vagy egy szekrényt. Senki pedig, ha gyertyát gyújt, be nem fedi azt valami edénnyel, sem az ágy alá nem rejti, hanem a gyertyatartóba teszi, hogy akik bemennek, lássák a világot. Nagyon érdekes módon hatott rám ma ez a szöveg, mert nem gondoltam valami olyasmire, ami pedig benne van ebben a szövegben, mert úgy szoktuk ezt a példázatot fejtegetni, hogy nyilván itt a fényesség, az a fényesség, főleg az előzmények tudatában, ami az örömhír, az evangélium, és ezt kell hirdetni, ezt kell szélesebb világon elmondani mindenkinek, szélesebb világon hirdetni azt, hogy Jézus a megváltó, és a missziói parancsból kiindulva, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, keresztség, evangélium hirdetés mindenkinek alkalmas és alkalmatlan időben. Emlékszem én is ennek a gondolatnak a mentén tértem meg, és emlékszem sok mulatságos esetre az én életemből, vagy az én életemben is voltak ilyen dolgok, amikor azt gondoltam, hogy minden helyzetben verbalizálni kell azt az örömöt, ami az én életemben megtörtént, és mindenkinek el kell mondani ezt az örömhírt, és ha véletlenül valahol nem tudtam elmondani, akkor nagyon mulatságos esetek fordultak elő, hogy kényszerítettem önmagamat, hogy újból és újból próbálkozzam azzal, hogy ezt ráerőltessem másra. A rabbinikus hagyomány szerint a fény, a világosság valami egészen mást jelent. És ma ezzel a résszel szeretnék foglalkozni, nem felejtve el azt, hogy lehet abból az aspektusból is kiindulni, amit az imént mondtam, de én ma egy picit másról szeretnék beszélni, nem feledve azt, amit az imént mondtam. Mi is a fény? Ugye nagyon érdekes, hogy a teremtés során az első nap az örökkévaló Isten azt mondja, hogy legyen világosság, és még nincs sehol égítés. Majd csak a negyedik napon teszi ezt föl az örökkévaló Isten az égre. Hanem világosság lesz, előre jelezve és előre üzenve, hogy mi is a célja a világosságnak, és külön választja a teremtésben Isten a világosságot a sötétségtől. Az egyik oldal a világosság, a másik a sötétség, és látja Isten, olvashatjuk a teremtés történetben, hogy ez jó. Van funkciója a világosságnak, és van funkciója a sötétségnek. De ha megpróbáljuk a fizika mesdjéje mentén megvilágítani azt, hogy mi is a fény, akkor tudjuk ma már, hogy az emberi szemmel érzékelhető elektromágneses sugárzás, más emberi szerv is van, ami az elektromágneses sugárzást érzékeli, ezek a hőérzékelő szerveink, amik ezt tudják érzékelni, fel tudják fogni. De mi is az elektromos, elektromágneses sugárzás? Tehetnénk fel a kérdést, és persze nem fizika órát szeretnék tartani, nehogy megriadjon valaki, csak nem is voltam soha jó fizikából, ez még az igazsághoz hozzátartozik, de nagyon érdekes
számomra az, amit a tudomány ma már tud, és ami majd mindjárt nyilvánvaló lesz, hogy a rabinikus bölcsesség hogyan gondolkodik. Az elektromágneses sugárzás az valamilyen helyről tetszőleges irányba közvetítő közeg nélkül terjedő energiaáram. És ennek van egy tartománya, a 380 és 780 nanométer közötti sugárzás, amit az emberi szem is érzékelni tud, tehát valami olyan energia, amit az emberi szem is tud érzékelni. James Clerk Maxwell, aki a 19. század elején élt, nem is volt olyan öreg, amikor meghalt, 57 éves korában halt el, egy skót fizikus volt, aki feltételezte az elektromágneses sugárzást, és egy hosszú tanulmányt írt halála előtt 5 évvel, és megjósolta az elektromágneses hullámok létezését, arra is rájött, hogy nincsen tartománya, a végtelenségig tud terjedni, nagyon kicsi és nagyon hosszú sugárban létezhet a fény. Van egy tartomány, amit mi a szemünkkel érzékelünk, és vannak olyan tartományai a fénynek, amivel mi nem tudunk itt kezdeni. Az is fölmerülhet, ha már ennyit beszéltem erről, hogy mi az a fényhatás? Van-e ilyen? Hiszen világosságról beszél a példázat, gyertyafényről, valami olyasmiről, amit meggyújt az ember, aminek valamiféle értelme kell, hogy legyen. Azt írja a tudomány, hogy anyag van valamilyen tárgyon, élőlény szervezetében előállított változás. Ez a fényhatás. És ennek az egyik legismertebb dolga az élő világban a klorofil, amely a növényekben a gyönyörű zöld színt hozza létre, és ott tudjuk tetten érni, hogy milyen hatása van a fénynek, és hogyan változtatja meg az élőlény küllemét, és az élőlénynek a mindennapjaihoz ez szükséges. Valamilyen tárgyon, anyagban, élőlény szervezetében létrehozott változás a fényhatás. Elég hosszasan elkalandoztam és időztem a fény, a hatásai és azon gondolatok mentén, hogy mi is az a fény, amiről talán Jézus ebben a példázatban beszél. A rabbinikus gondolkodás szerint, amikor fényről beszélünk, akkor nem feltétlenül erről az elektromágneses hullámhosszról beszélünk, hanem arról, hogy milyen cselekedeteink vannak, amelyek változást hozhatnak létre a másik ember életében. Ha gyertyát gyújtottál, milyen fényhatása lesz annak a másik ember életében? És az a változás, hogy szüntelenül beszélsz, szüntelenül gyötröd a másikat, esetleg azzal az örömmel, ami a te számodra kézzel fogható és változást hozott létre, vagy a rabbinikus gondolat szerint teszel valamit, ami a másik számára érdekes és elgondolkodtató. Voltam egyszer, vagy helyesebben voltunk egyszer egy ifjúsági táborban,
ahol valami ilyesmiről beszélgettünk, és hát az egyik jelenlévő azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy ő fontosabb dolog megtétele, vagy megtételével tudja hirdetni a benne lévő örömhírt, ő most beszélni akar mindenkinek a benne létrejövő változásról, de ilyen egyszerű dolgok, mint esetleg a mosogatás, vagy a takarítás a ifjúsági táborban, hát ezt csinálja más, mert ő már egy komolyabb szinten áll, mint a többiek. Vajon milyen fényhatás az, ami rávetül a másikra egy ilyen gondolat után, és változást hozhat létre az ő életében? És ha ezen a gondolat mentén vizsgáljuk ezt a rövid szakaszt, egészen más gondolatok fognak eszünkbe jutni, mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne, és nincs oly elrejtett dolog, mi ki ne tudódnék, és világosságra ne jönne. Meglássátok azért, mi módon hallgatjátok, mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs még, amiért gondolja is, hogy van, elvétetik tőle. Félre szoktuk magyarázni ezt a szakaszt, mert ez nem elsősorban a hallgatóságnak szól, hanem annak, aki beszél róla, hanem annak, aki tanítványként tovább akarja vinni Jézus gondolatait, és teljesen mindegy, hogy ez hivatásszerűen vagy bizonyságtétel kapcsán szeretné megtenni. Meglássátok azért, mondja a tanítványainak Jézus, mi módon hallgatjátok. Előtte elmagyarázza hosszasan, hogy mi az a fontos terv, és mi az a program, amiért ő erre a földre érkezett, és elmagyarázza a magvető példázatán keresztül, hogy Isten hogyan gondolkodik a világról, és mit akar üzenni a világnak. Meglássátok azért, mi módon hallgatjátok, mert akinek van, annak adatik. És akinek nincs még, amiért gondolja is, hogy van, elvétetik tőle. Nagyon érdekes módon hatott rám ez a pár versszak, amikor ezzel elkezdtem foglalkozni. Vajon hogyan gyújtok gyertyát? Hova teszem azt? Mi a prioritása a gyertyának? Hol lesz annak a helye? Ágy alatt, szekrény tetején? Vagy egy olyan díszes gyertyatartóba teszem, ahogyan mondja itt a szövegünk, hogy az mindenki számára nyilvánvalóvá váljon? Mert nincs oly dolog, mi napvilágra ne kerülne, mondja Jézus. Nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni, mert vagy az egyiket szolgálja az ember, vagy a másikat, és akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy mi is lakik a lélekben. Mert nincs oly rejtett dolog, mi napvilágra ne kerülne. Meglássátok azért, mi módon hallgatjátok, mert akinek van, annak adatik. Nagyon érdekes, egyszer fölfigyeltünk a feleségemmel arra, hogy milyen furcsa a szociális helyzet egy társadalomban, hogy valahogy mindig azt lehet látni, hogy aki nehezebb körülmények között van, az sokkal jobban elbukik, és valahogy mindig, bocsánat a vulgáris kifejezésért, rájár a rúd, és amilyen van, még az is elvétetik tőle, nem tud ötről a hatra jutni. De itt egy kicsit másként beszél Lukács. És akinek nincs, még amiét gondolja is, hogy van. Azaz nincs, csak azt gondolja, hogy van,
Nem lehet félszívvel az Urat követni. Nem lehet megnyugtatni önmagunkat, hogy minden rendben van, minden jól van. Elégedjen meg az örökkévaló azzal, amit én teszek, hiszek, vagy magaménak vallok. Még az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy van. Nagyon súlyos szavak ezek, nagyon fontos gondolatok ezek, mert milyen lesz a fényhatás, milyen lesz az elektromágneses kisugárzás, amit tud a másik érzékelni, hogy milyen tartományban, azt nem tudjuk, mert ez nem feltétlenül szemmel követhető fény, hanem elindíthat valami változást a társadalomban létrejövő kihívásokra való reakció, vagy az, hogy szó nélkül ott vagyok, ahol szükség van rám, és ennek hatása lesz egy bizonyos tartományban a másikra, nagyon kicsi és nagyon hosszú elektromágneses vonalak vannak. Nagyon kicsi és nagyon hosszú, és hogy hogyan tudja érzékelni a másik, nem csak szemmel, hanem van más elektromágneses hullámokat érzékelő szerve is a másiknak. Van szíve, és van lelke, amivel lehet érzékelni azt, hogy ki is lakik benned, és ki is lakik bennem. Meglássátok azért, mi módon hallgatjátok, mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, még amiért gondolja is, hogy van, elvétetik tőle. Amen. A 429-es ének első verszakát énekeljük, így kezdődik ez, nem a kincset sóvárgom, nem ez az óhajom. Szeretném hirdetni alkalmainkat, ha Isten éltet bennünket ebben a formában, egy hét múlva, vasárnap délelőtt 11 órakor találkozunk, de előtte csütörtökön este 7 órától lesz bibliaóra, ez csak online módon követhető, mindenkit szeretettel várok ezekre az alkalmakra. Befejezésül a megkezdetének második verszakát énekeljük, majd azt követően fennállva fogadjuk az áldást, és végezetül a harmadik verset záróénekként fennállva énekeljük.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te reád, és adjon békességet neked. Amen.